Csegei László polgármester, Vinai Győző országgyűlési képviselő és Harag Péter a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke leplezte le azt a sztélét, amely annak állít emléket, hogy Szabolcs település földvárát és templomát történelmi emlékhelyé nyilvánították. Erről a tavalyi év második felében született hivatalosan döntés, az emlékművet pedig szimbolikusan hétvégén az 1092-es Szent László király által tartott szabolcsi zsinat évfordulóján avatták fel. A település vezetője azt mondta, az alig 400 lelkes község számára nagy büszkeséget jelent a cím. Én úgy gondolom, hogy végre megérdemelt helyére kerül a köztudatba a település, hiszen azért mégis egy honfoglaláskori településről van szó, a örökölt, épített történelmi erekével, a Szabolcs-vezér földvárával, és a Szűz Mária tiszteletére épített 14. századi monostor, ami gyakorlatilag Magyarország legrégebbi temploma. Azt gondolom, hogy most, amikor a keresztény értékek felértékelődnek és előtérbe kerülnek, akkor nagyszerű dolog büszkélkedni egy ilyen kis településnek, mint a miénk, hogy az ország legrégebbi keresztény templomával büszkélkedhet. Vinai Győző a térség országgyűlési képviselője volt az előterjesztője az emlékhelyé nyilvánításnak. A történész politikus kiemelte, hogy a cím elnyeréséhez igazi csapatmunkára volt szükség. Sokan sokat dolgoztak érte, sőt igazi csapatmunka volt, hiszen a megye határozatba foglalta, a történelmi egyházak, a református egyház, a görög katolikus, a római katolikus komoly ajánlásokat adtak, a múzeumok, a kulturális intézmények mind mellé álltak, és a bizottság nagy körültekintéssel eljött a helyszínre, és láthatta, hogy nem méltatlan ez a település a történelmi emlékhely címére. Történelmi emlékhelynek olyan helyszíneket nyilvánítanak, amelyek a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bírnak. Harag Péter arról beszélt, a cím nem csak Szabolcs községnek, hanem a vármegye identitás megőrzésének is fontos tényezője. Egy emlékhely hozzájárul ahhoz, hogy gyakorlatilag a történelmi ismereteinket növeljük, de ennél sokkal többet is jelent. Jelenti azt, hogy a nemzeti büszkeségünk, a nemzettudatunk az erősödik, hiszen olyan személyekre, eseményekre, helyszínekre emlékezünk, amely része a magyar történelemnek. És hogyha ez az identitás építő tevékenység megvan helyben, az bekapcsolódik az ország egészének a emlékezetébe, és ennek ez a hatása, amit mondtam. A vármegyének ez a negyedik helyszíne, amelyet történelmi emlékhelyé nyilvánítottak. Korábban Pócs Petri polgármesteri hivatala, Szatmár Csekén a Kölcsei kúria helye és a költő síremléke, valamint Nyírbátorban a Bátori vár kapta meg a rangos címet.